Hello, sziasztok! A mostani videóban tök érdekes kérdés szokás szerint, bár ezen mindig meglepődök, mégpedig az, a portfóliónak volt egy cikke, egy megállapítása, amit sokan támogatnak, mégpedig a gazdagabbak veszik fel a babavárót, és ez most miért baj? Olvasom a cikket pontosan, egy elgurulok, bocsánat, nem készültem, ez ilyen random dolog. Jó, elnavigáltam sikeresen a cikkről, akkor nem olvasom fel, csak mondom a lényegét. Az a sztori, hogy a gazdagabbak, a rafkós magyarok, ezt bele kellett tenni, a rafkós magyarok veszik fel, akik tulajdonképpen nem is lakásvásárlásra fordítják, hanem tőkeként befektetik például a szuper állampapírba, és szanaszét keresik magukat. Ajajajajajaj. Ja, ez a probléma, és akkor nézzük meg, hogy mit gondolok erről, mik a felvetéseim, ellenérzéseim ezzel kapcsolatban. Tehát a legfontosabb, hogy milyen rafkós magyarokról beszélünk, hiszen a babaváró egy szabad felhasználású hitel, amit mindenki arra költ, amire akar. Tehát ezen nagyon rafkózni nem kell, és sok inkább meg kéne dicsérni ezeket az embereket, hogy nem új tévét vesznek, nem elnyaralják, nem elszórják a pénzt, hanem végső soron mit csinálnak? Na, mit csinálnak? Befektetik, vagy valami hasznosra költik. De erről mindjárt később, hogy miért hasznos ez az egész. De kik ők? Kik ezek a gazdag emberek? Mert valószínűleg mást értünk gazdagok alatt, mint te. Mert én mást értek. Mert ugye Magyarországon két társadalmi réteg létezik, a gazdag meg a szegény. A szegény, akinek semmire nincsen pénze, hónapról hónapra él, a csekkeket tologatja, és üres parizeres kenyeret eszik. A gazdag pedig, aki a luxus Mercivel, BMW-vel tolja az igát, tojik mindenre, nem foglalkozik senkivel, és csak dől alé, csak az a munkája számolja a pénzt. És valahogy így a közép az így eltűnt. Az nincs. Most mondok egy példát, hogy szerinted én gazdag vagyok, vagy szegény. Nézzek ezt a pólót, ez egy fekete póló, van itt egy kis jelzés, márkája, Gin Tonic. Nem viccelek, Gin Tonic, ha nem hallottál róla, nem a te hibád. Ennek egy története van ennek a pólónak, és ebből most légy okos, domokos. Ez a pólónak az ára olyan 10 és 15 ezer forint között van. Tehát ez sima fekete póló, 10-15 ezer forint. Igen, amikor én ezt megláttam még évekkel ezelőtt a boltban, akkor én is csak pislogtam, hogy egy italról elnevezett márká a póló mi kerül ennyi pénzbe, és nem vettem meg. Nyilvánvalóan a realitás érzése az embernek sokkal nagyobb és fejlettebb, ha nincs pénze. Én is így voltam ezzel, hát nem volt rá pénzem, ilyenkor aztán nagyon fejlett a rajtás érzéked, amint lesz pénzed, utána eltompul. De akkor mit keres mégis rajtam ez a póló? Hát képzétek el, évekkel később visszaventem ebbe a boltba, visszamerészkedtem, éppen arra jártam, és le volt értékelve, mert bedőlt a bolt, egy másik átvette, a termékeit outletezi, ez a póló, valami 2000 forintra volt leértékelve. Na mondom, eljött az igazság pillanata, ez már milyen vendetta volt, ez egy vendetta ügy, mondom, megveszem. Tehát ez a póló 2000, akkor most én gazdag vagyok, vagy szegény vagyok? Hiszen, hogyha te most csak a pólót látnád meg rajtam, és a márkajelzést, és ismered a márkát és az árát, akkor azt mondanád, hogy te egy gazdag izé vagy, vagy pénzes vagy legalábbis. De hogyha most meghallottad ezt a sztorit, akkor meg azt is mondhatod, hogy már nincsen semmi pénzed, és a mi fiunk borja vagy, ugye, átlagember, hiszen 2000-ért egy pólót azért már lehet venni. Érted? Mennyire nézőpont kérdése? És sose ismerik a mögöttes sztorit. Akiről azt látjuk, hogy gazdag, mi a mögöttes sztori ennek az egésznek? Mert más az, amit mi látunk, amit mutattat velünk, mint a valóság nagyon gyakran. Ja. Ugye menjünk vissza a babaváróra. Hát azért szab fel, hogy arra költöd, amire akarod, ezt szögezzük le. És akkor ugye itt, hogy a gazdagabbat. Nagyon fontos a te érdeked, és mindenki érdeke az, hogy ugye miért vannak ezek a családvédelmi támogatások, két ok miatt. Egyrészt szavazz a Fideszre, nagyjából ez a lényege. Kettő, oldjuk meg azt a társadalmi katasztrófát, vagy legalábbis kezeljük,
ami bekövetkezett és bekövetkezik. A te nyugdíjad abból lesz, hogy majd sok fiat, mai kisgyerek, meg még meg se született baba, elkezd majd dolgozni, a munkájából adó keletkezik, az adóból téged kifizetnek. Ha ezek a gyerekek hiányoznak a rendszerből, te neked nem lesz nyugdíjad. Ez az igazság, ez a szörnyű helyzet, de hát a nyugdíj az nagyon messze van, ugye ezek az adóbevételek, ezek máskor is hiányozni fognak, például az egészségügynél, iskola, autópálya építés, autópálya felbontás, felújítás, leújítás, hát amit ugye művel az autópálya kezelő jó 20 éve, hogy felújítunk, leújítunk, de ezt mind fizetni kell valamiből, nyilván egyszer elfogy az EU-s támogatás, és az csak egy része. Tehát kellenek az aktív dolgozók. Na most ez egy nagyon jól tervezhető rendszer volt mindig, hiszen aki ma született kisbaba, az értelemszerűen 18 éves kor előtt nem nagyon lesz aktív adófizető. Sőt, hogy ez kitolódott, igazából már 24 év se olyan ördögtől való. Tehát akik ma megszületnek, azt tudjuk, hogy 24 év múlva lesznek 24 évesek. Bagatell hülyeség, mondjam, idő egyébként megy. Bagatell hülyeség, de ez így van. Tehát előre kell kicsit gondolkodnunk. Tehát az nagyon kevés lesz, hogy 26 év múlva jövünk rá, hogy hoppá, itt a nyugdíj katasztrófa jövőre, mit csináljunk? Hát akkor már semmit. Mindenkinek kalapkabát? Motiválni kell az embereket a gyerekvállalásra. Meg fogsz lepődni, mindenféle statisztika kimutatja, a gazdagabbak kevesebb gyereket vállalnak, azaz nullát vagy egyet, mint a szegényebbek. Ennek számos oka van. Valószínűleg abban keresendő, hogy a gazdagabb, ugye ezek a self-made gazdagabb, tehát akik van pénze, akiről te azt gondolod, vagy te azt gondoljuk, nagyon sokukat nem feltétlenül a szülék támogattak, vagy támogattak, és maguk is dolgoztak. Karriert építettek, karrieristák. Karriert úgy tudsz építeni, hogy a gyerekvállalást így tologatod. És aztán meg annyira belekényelmesedsz a saját életedbe, hogy félsz ettől, tehát közben meg így fantomizálod a gyereket, hogy úgy, hogy jön a gyerek, megváltozik minden, egy ilyen nyáladzó szörnyeteg lesz, és inkább ebből kimaradnál. Vagy inkább csak egyet. Az igazság, hogy miközben az emberek karriert építenek, és megváltozott a... Tehát kitolódott ez a mama hotel dolog, hogy otthon laksz, hogy ugye tanulni kell, lifelong learning, meg motivációs ugye bullshitek. Tehát annyira torzultak az embereknek a értékítélete, hogy valljuk be, puhányabbak lettünk, gyengébbek. Egy családban a szülőnek a szerepe nem az, hogy te a legjobb barátja legyél a gyerekednek, hanem az, hogy neveld. Na most erre, azt kell mondjam, egyre kevesebb ember alkalmas. Sokkal inkább barát, nem tudnak, tehát a szülők nem tudnak mit kezdeni, meg a felnőttek a gyerekekkel, mert egyszerűen annyira PC van, meg annyira béke van, hogy egyszerűen nem tudják a nehéz döntéseket meghozni, és ezért sokan inkább be se vállalják. Neked ugye minden jobb a jólét, annál kényelmesebb, és annál jobban gondolkozol, hogy hát igazából te csak felelősségteljesen egy gyereket tudsz, vagy kettőt, mert ugye minél gazdagabb vagy, elvileg minél jobban te dolgoztál meg a vagyonodért, annál jobban így tudsz olyan értelemben gondolkodni, hogy kiszámolod egy kockás füzeten, hogy mi a matek, hogy kit tudsz felnevelni olyan színvonalon, amilyenbe te szeretnél. Nyilván ez azért történik így, mert nyilván, tehát aki szegényebb, az is tud számolni, csak ugye, aki mondjuk gazdagabb és karrieristább, az ahhoz szokott hozzá, hogy ő megtervezte a karrierútját, és amit beletett, ő azt elérte. Most nyilvánvalóan akkor meg akarja tervezni ezt a gyerekes dolgot, de a gyerekes dolgot nem nagyon tud megtervezni egyébként, csak mondom gyakorló szülőként, hogy valamit eltervezel, és nagyon nem úgy fog ez történni. De hát ez nyilván csak menet közben fog neked is kiderülni, ha belevágsz. Tehát ösztönözni kell úgymond a gazdagabbakat is, bármik ez eléggé kétes, hogy most 10 millió forinttal, de mondjuk nem 10 millióval ösztönzöd, de erről mindjárt. Jó, a babaváró ugye nagyon fontos, hogy megtérül. Nehogy azt higgyétek, hogy nem. A babaváró az egy olyan befektetés az államnak, amit tehát nagyon helyesen, tehát sok mindennel lehet kritizálni ezt a brigádot, de az nem, hogy, tehát azt nem mondhatjuk rájuk, hogy hülyék lennének. Pontosan tudják azt, hogy ha ad neked 10 milliót, az végső soron neki sokkal többet fog jelenteni, hiszen a 10 millió az pont kevés ahhoz, hogy önállóan valami értelmeset kezdjél vele, de pont több annál, mint a semmi. Tehát ez egy motivációs eszköz arra, sok családnak, sok fiatalnak pont erre van szüksége ahhoz, hogy költözni tudjon. Márpedig ha költözik, akkor a 10 millió mellé jön még a családnak az összvagyona, tehát amit kölcsön kérünk kaputól, anyutól,
keresztszülőtől, és felveszünk hitelt. Ezáltal pörgetjük az ingatlanpiacot, pörgetjük a bankszektort, pörgetjük az IKEA-t, meg mindent, hiszen költözünk, vásárolunk, fogyasztunk, és végső soron áfába sokkal-sokkal több fog visszajönni, mert nem 10 millióból költöznek ezek a fiatalok, hanem 30-40-50-ből. És hogyha nem erre költik, mondja a cikknek ez a baja, akkor sincs semmi gond, hiszen akkor legtöbben befektetik az állampapírba, ebbe a szuperbe. Nem véletlenül jött egyszerre. A legjobb befektetés lehetőség rövid táv, ugye 5 évre. Berakod, tehát gyakorlatilag az állam adott neked, hogy te visszaad neki, tehát ő saját magát olcsóbban finanszírozza, mint hogyha máshonnan venne fel hitelt, például IMF-től. Ő elvégzi, amit ő akar, közvetlen neked meg lesz 4-5 év múlva pénzed. Ami egyébként inflációval csökkentve már nem lesz annyira jó buli, mert mondjuk, hogyha 3,5% az infláció, de az éves elérhető kamatod amúgy pedig 4,5%, akkor neked a netto nyereséged volt 1%, és akkor valójában az állam 1%-ért használta a te pénzedet, amit igazából ő adott neked, de úgy adta neked, hogy igazából hitelre, tehát te ezt vissza fogod neki fizetni, aztán felejtsd el. Kivéve, hogyha jönnek gyerekek. De akkor sincsen gond, mert ha jönnek gyerekek, akkor ugye 2 gyereknél 30%-ot elenged. 3 gyereknél meg elengedi a teljeset. De neki ez jó, hiszen 3 gyerek, ha megjön, akkor pedig egy csomó, később egy csomó adófizető lesz. 3-szor több adófizető lesz, mint most egyedül, hiszen 3-an fognak dolgozni. Sőt, lesz olyan idő nagyon sokáig, amikor igazából 5-en fogtok dolgozni, mert anya, apa meg a 3 gyerek. Na, tehát így lehet többszörözni egy gazdaságot. Tehát ez megtérül, ettől te ne félje. És nagyon fontos, ezt nem te adod, és nem előled veszik el. Ha te úgy érzed, hogy már gazdagabbak, hát ne foglalkozz vele, nem. Tehát ez egy felülről nyitott keret, ez a 10 millió forint, még mindig megy a videó, felülről nyitott, tehát alapvetően annak adják, akinek akarják, te azon gondolkozz, hogy te hogyan kaphatod meg, és pont, és kész. Ennyi. Igen, egyébként pedig 10 millió font az nem összeg. Tehát az egy ló és esti fény. Tehát 10 millió forint az pont arra jó, hogy neked legyen önerőd a lakáshoz. Vagy egy picit jól érezd magad, vagy arra jó, hogy mondjuk az ilyen apróbb tartozásaidat kifizess, mint például a diákhitel. Vagy egy-két dolog. Tehát, hogy ez arra jó, hogy egy kicsit normalizáld az életedet, és úgy egy kicsit helyre kerüljél. Hidd el nekem, hogy aki tényleg gazdag, az pont nem érdekli amúgy. Tehát felveszi, mert miért ne venné fel. De nyilvánvalóan megint visszatérek. Ha gazdag vagy, van mondjuk 300 millió font a számládon, kapsz 10 milliót. Mit csinálsz vele? Tehát nyilvánvalóan valami értelmeset fogsz vele csinálni. Tehát most azért nem veszed fel, hogy elnyarald, mert van elég pénzed arra, hogy elnyarald magadat. Tehát ebből a 10 millióból 2 dolgot fogsz csinálni. Szuper állampapír, 3-at vállalkozásba rakod, és kipótolod, lakást veszel, és kipótoltad. Tehát magyarul a gazdagabbaknál aktivizálni lehet ezzel a pénzzel, plusz a csok támogatással egyébként a dugi pénzeket, meg azt a pénzt, amit nehezen mozgat. Tehát ez tök jó. És aztán a legfontosabb érvem, hogy miért ne izgulj, hogy tehát Magyarországnak nagyon nagy szüksége lenne egy erős középosztályra. Ugyanis a gazdag, tehát aki tényleg gazdag, azt már nem érdekli a szegény. Aki szegény, az utálja a gazdagot, és gyakorlatilag sosincsen átmenet. És az átmenet a középosztály, aki már túl gazdag szegénynek, de túl szegény gazdagnak. És ezt nagyon jegyezd meg. Egy modern társadalomban mindig a középosztály az, aki működteti a társadalmat, hiszen ő tudja legjobban átélni, átérezni és védeni mind a 3 társadalmi rétegnek az érdekeit, és a kompromisszumot ők fogják tudni kiharcolni, hiszen ők állnak középen. És Magyarországon ez nincsen. Bár elkezdődött, tehát amikor azt látod, hogy 3-as BMW-vel mennek emberkék és mit tudom én, jó ruhákba, ez középosztályt látsz. Én középosztályt látok a plázákba, elkezdődött már ez, amikor már nem 200 ezeret keres valaki, hanem 1 milliót, na, ők kezdődnek a középosztályba tartozni, és nagyobb szükséged van rá, meg nekem is, meg mindenkinek, mint amit gondolunk. És el kell felejteni ezt, hogy ez a gyűlölködés, hogy a köcsög gazdag, meg a hülye szegény. Nem, ezek a társadalmi
osztályok, jelenleg ezek pillanatnyi állapotot tükröznek. Mert Magyarország még egy olyan ország, meg ez egy olyan kultúra, ahol egy jó döntése gyakorlatilag te bármikor átmehetsz egy másik osztályba. Most nyilván szegényből gazdag azért nagyon, tehát nem leszel egyből, de például szegényből már középosztályba viszonylag hamar vagy hát szerencsével bekerülhetsz. Ugyanis mi kell ahhoz? Hát nyilván, hogyha te szegény sorsú ember vagy, tehát tényleg szegény, mert azért tényleg a legtöbben, akik azt gondolják, hogy szegények, ők nem szegények, ők átmenet a szegény és a középosztály között, tehát ők az átlag, aki nem szegény. Tehát igazából tanulással, kapcsolatépítéssel, beszélgetésekkel és kitartással simán el tud érni egy olyan jövedelmi szintet, amivel már középosztályba kerülhet évek során. Tehát itt van átmenet, mint ahogy egy középosztályban is, egy gazdagabb és egy rossz döntéssel simán lesorolódhat. És ez, egyébként ez az egész semmit nem számít, mert nincsenek ilyen megbélyegződések, ezt csak úgy elméleti szinten mondom. Jó, tehát szerintem nagyon nem baj az, hogy a gazdagabbak felveszik a babavárót, az se túl nagy baj, hogy arra költik, amire akarják, hiszen miért ne költeni arra, amire akarják, ez megtérül mindenféleképpen az államnak, ne aggódjál. Itt most egy közérdekű közlemény, hogyha szeretnéd, hogy segítsek a babaváró ígérésbe, azt tapasztaltam, többen meséltétek, akik nem engem kértek meg, hogy segítsek. Nekem van saját kapcsolati rendszerem ehhez majdnem minden banknál, díjmentesen tudok segíteni. Sokan meséltétek, hogy az a baj, bementek a bankba, és a ügyintézőnek fogalma nincs, hogy ez mi és hogy kecsen és bénázik. Nálam az a tapasztalat, hogy majdnem, hogy a 90% az ügyfeleknek egy órát volt bent a bankba, időpontra ment, várták őket, és el lett intézve a babaváró. Tehát én ebbe tudok segíteni, mint ahogy ennek most specialitásom egyébként a lakásvásárlás, lakásépítés, csok, hitel, hitelstratégia, támogatásoknak az összefésülése, hogy hogyan lesz neked jó, hatékony és gyors. Lent megtudod az elérhetőségemet, szívesen segítek, ha megkérsz rá. Aztán a másik, most még van egy promo október 2-ig, lent áld a linket, hogyha a Revolut, ott már nagyon sokat beszéltem róla, nézd meg egyik videómat erről, szerintem a legjobb ilyen számlacsomag, basic számlacsomag, tehát számlacsomag, ami mindennapokra jó, baromi jó applikációval, gyakorlatilag, hogyha most regisztrálsz október 2-ig a lent levő linken, akkor ajándék 3000 forintot fogsz kapni, te is, én is, semmit nem kell teljesítened, csak egyszer használod a kártyát, és utána annyira rászoksz egyébként, hogy fogod. Megkérdeztem ezt tőletek a IFL Facebook csoportban, és ott is nem jöttek negatívra a kommentek, csak pozitív alapvetően. Jó, volt olyan, hogy itt volt a pénzfelvétele díja, de ott igazából kiderült, hogy a automatával volt a gond, mármint, hogy van egy Euronetnél nem szabad felvenni, de úgy meg gondtalanul működik, tök jó, nézd meg, ajánlom. Ha tetszett a videó, mindenféleképpen nyomj egy lájkot, kommentelj és iratkozz fel. Ezek mind azért fontos dolgok, hiszen értékért értékkel fizetünk. Ha értékesnek tedd a videót, akkor számomra az lesz az érték, hogy te ezt jelzed felém, és tudom azt, hogy van értelme ennek az egésznek. Örültem, szép napot kívánok, Norbi voltam!